Sziasztok, izomvadászok, és üdvözlő videóban ma végre beszélünk a 10.000 kalória következményeiről. Írtátok már kommentekben, hogy nagyon vágyátok ezt a videót, vagy hogy mi van most a végső eredménnyel, hol van a második teszt, mi lett a testemmel, és ma külön videóban leforgatom nektek, hogy mi történt, ugye? Kinyomtattam, egyszer itt van a teszt a 10.000 kalória kihívás előtt. Ott tartottam, hogy 72,5 kg összesen, ebből 36,5 kg izom tömeg és 8,9 kg zsírtömegem volt. Most térünk ahhoz, hogy mi volt utána. Azt is ide kinyomtattam, és most zölddel le fogom nektek írni, hogy mi volt a 10.000 kalória kihívás után. Egyébként nem hétfőn, tehát közvetlen a kihívás után csináltam a kihívást, mert úgy voltam vele, hogy még bennem túl sok van a kajából, úgyhogy kedd reggel csináltam csak a tesztet, hogy már így kicsit feldolgozzam a dolgokat, és úgy voltam vele, hogy így reálisabb lesz a teszt. Tehát ezt a tesztet február 12-én csináltam, reggel 9 órakor, és az volt, hogy éjgyomorra csináltam nyilván. Az volt, hogy 73,7 kg voltam, tehát hozzájött egy jó 1,2 kg tömeg összesen. Az izomtömegem nőtt 36,5 kg-ról fel 37,2-re. És itt most úgy gondolhatjátok, hogy te jó ég, egy nap alatt Denis felszedett 700 g izomtömeget, hogy lehetséges ez? Mindjárt beszélek célzottan arról, még folytassuk a zsírtömeggel. A zsírtömegem felment 9,1 kilóra, tehát rám jött 200 g zsírtömeg is. Most térjünk ahhoz, hogy itt ez az izomtömeg, hogy lehetséges, hogy egy nap után rájött, vagy rám jött 700 g izomtömeg. Ez nagyon abszurd. Ahhoz most figyelnünk kell a sejten belüli vizet. A 10.000 kalóriás kihívás előtt 29,5 liter víz volt a sejteken belül. Remélem ez így helyes magyar. Szerintem tudjátok, mire gondolok. A lényeg, hogy 29,5. És most jön az érdekes. A kihívás után ott voltam, hogy 30 liter. Tehát a testem raktározott egy egész fél liter vizet a sejteken belül. Elmagyarázom, hogy ez mitől jön. Ezen a napon, ezen a borzasztó napon, láttátok, hogy este már mennyire kivoltam, és mennyire szétszenett, egyszerűen durva volt, és ezen a napon nagyon-nagyon sok, konkrétan 1200 g szénhidrátot vittem be. És a szénhidrát, ugye van nekünk a testünkben szénhidrát raktár, egyszer a májunk egy egész nagy raktár, az agyunk is, meg az izmunk. Az izmaink tudnak baromi sok szénhidrátot raktározni egyszerűen energiaként. Hogyha sokat edzünk, mondjuk magas súllyal, akkor egyre több és több szénhidrátot fog tudni raktározni az izomzatunk. És 1 g szénhidrát a súlya négyszeresét tudja raktározni vízben. Tehát, hogyha én nagyon sok szénhidrátot eszek, és sokat iszok vizet, akkor a testem nagyon sok vizet is fog raktározni. Tehát, hogyha nézzük, fél liter víz jött rám, akkor mondhatjuk, hogy nem tudom, mondjuk 200 g szénhidrátot raktározott a testem energiaként, és mondjuk a négyszeresét raktározta víz formájában az izomzaton belül, és akkor kb. Kijön az, kb. Most nem csinálunk itt matematikus kiszámolást, de maga a logika, hogy egyszerűen szeretném, hogy értsétek, hogy honnan jön hirtelen ez a plusz 700 g, ez valószínű, hogy raktározott szénhidrát meg víz, és a mérleg egyszerűen átszkenneli a testet, és látja, hogy oké, itt van több izomtömeg, ami végül is helyes is, mert több víz van benne. És innen jön hirtelen ez a plusz 700 g. Amit ehhez hozzá kell mondanom, hogy én a 10.000 kalória kihívás után nagyon telítettnek éreztem magam. Szóval így néztem is magam a tükörben, és mondtam Annának is, hogy a testem nem úgy néz ki, mintha
rossz hatással lett volna rá a 10.000 kalória, hanem inkább, mintha jó hatással lett volna rá. Úgy néztem ki, mintha egyszerűen jól meg lennének duzzanva az izmaim. És egész héten át ilyen is volt az edzésem. Tényleg annyira tele voltam energiával, és brutális edzések voltak, és amit tanultam magamnak, ez most lehet, hogy rátok nem vonatkozik, ez kicsit típustól függ, meg embertől függ, nálam én azt hittem egész tömegelésen át, én most már fél éve pluszban vagyok kalóriákkal. Amit én tanultam a 10.000 kalóriás kihívásból az, hogy nekem több kalóriát kéne ennem, főleg szénhidrátból még többet kellene ennem, mert egyszerűen látjátok, hogy jó hatással van a testemre, és tényleg tükörben is láttam, meg így edzésnél is éreztem, hogy egyszerűen jól jött ez a túl sok energia. Szóval, amit én most még fogok csinálni a maradék februárban, tehát még két hétig ugye tömegelek, hogy még magasabbra viszem a kalóriáimat, még magasabbra viszem a szénhidrát bevitelemet, és még keményebben fogok edzeni, és hogyha már beszélünk edzésről, én most megyek is az edzőterembe, fogom a kamerát, és felveszem az edzésemet, találkozunk a teremben. Srácok, nem hiszitek el, hogy mi történt. Ugye megcsináltam a 10.000 kalóriás kihívást, és kihívtam a végén Valentin Tormát, jó? Valentin, először is nagy tisztelet neked, hogy ennyire gyorsan sikerült forgatnod a videót, összevágni és feltölteni. Majd jó, kíváncsi voltam, hogy a végén Valentin is kihív-e valakit. És az a helyzet, hogy Valentin is kihívott a végén egy embert, a csatornáját úgy hívják, hogy 3/3, majd megnéztem, mert még nem hallottam róla, megnéztem, és ő meg ugyanazon a napon már feltöltötte azt a kihívást. Tehát Valentin kicsit lekésett, mert már megcsinálta, szóval jó, ez így rendben van, de szerintem ez most így kicsit rossz, vagy nem tudom. Amire én gondoltam, hogyha már ennyire eszkalálódik ez az egész, és most mindenki elkezd 10K challenge-et csinálni, akkor nem tudom, hogy van-e még jogom rá kihívni valakit, de engem még érdekelne Tomás Channel. Tomás, veled április környékén amúgy is tervezünk együtt dolgozni, úgyhogy ha neked most nem tetszik, hogy kihívlak, akkor azt majd személyesen mondhatod nekem, de én most téged is kihívlak, látni szeretném, hogy nálad hogy néz ki, hogyha megeszel 10.000 kalóriát, és nem tudom, srácok, menjetek a csatornájára, menjetek Tomás Channelhez, és írjatok a legújabb videója alá, kommentekben, hogy Denis Purkárt kihívott, vagy Valentin kihívott, vagy egyszerűen muszáj vagy megcsinálni, nem tudom, legyetek kreatívak, a lényeg, hogy úgy látom most épp megint nagyon eszkalálódik ez a 10K kalória kihívás, úgyhogy használjuk ki a lendületet, és hívjunk bele még több embert a hajóba. Én most megyek edzeni, igazából már ittam boostert, úgyhogy hogyha most nem indulok, akkor ennek rossz vége lesz, úgyhogy most megyek edzeni, és ja, ennyi. Let's go!